Na szavaztok srácok, az előbb raktam ki Instára képet, aztán mondtátok, hogy legyen már videó erről a dologról, hogy hogy haladok a Ventóval. Ugye, még előjáróban annyit elmondanék, ugye, hogy ott tartottunk utolsó videóban, hogy le lett fújva Army Greenre, és akkor folytatjuk ezt a vonalat, erről is szól ez a videó, hogy milyen matricákat kapott a kicsike. Na, mutatom, jó? Sorba. Ide a seggére a üzemanyag betöltő nyíláshoz kapott egy ilyen fuel feliratot. Egyébként a matrica is ilyen, minek nevezik ezt? Matt. Nem fényes, hanem ez is ilyen matt is. Olyan, mint hogyha gyakorlatilag festve lenne, nem festve van. Ne ijedjetek, meg nem maszkoltam ezt így ki, és nem fújtam ide. Igen, egy ilyen került ide. Az oldalán, hogyha megyünk végig, akkor mindjárt meglátjátok, hogy kapott az oldalára még egy dolgot. Bevertem a fejem, hallottátok? Egy ilyet, egy US Air Force feliratot, ugye ide az ajtóhoz, kicsit távolabbról is, hát nem nagyon tudom megmutatni ide, és igazából ami még nagyon feltűnő, ezt mutatom is, srácok, kapott egy böszme nagy US Air Force matricát, egy emblémát ugye ide a legelejére a kocsi. Próbálom mutatni, remélem, hogy látható. Tudjátok, el tudjátok képzelni, hogy ez mi. Na, így néz ki. Igazából ugyanez a másik oldalt is megvan. Megkapta ugyanezt a másik oldalon is. Ugye ugyanezt a US Air Force-ot. Fuelt ugye az nem kapott, mert ott nincsen. Hanem oda megmutatom. Oda egy ilyen Keeper feliratot. Igen, és ott még a ratyi felnő van fent. Még mindig folyamat van. Tehát az egyik oldalon van fent a felnő. Na, a másik oldalon little kiírva a Keeper, ugye K33P3R. Azt dobtam fel. Más nagyon nem is akartam matricázni rajta. Nem akartam, hogy sok legyen. Ferikével szoktam beszélgetni, hogy azt mondja, hogy ez nagyon sok, nem kellett volna ez rá, de igazából ő csikokat javasolt rá alulra, felni színű csikokat, és úgy vagyok vele, hogy ez sem feltűnőbben, hanem ez egy ilyen, de ez nekem nagyon bejön ez a stílus. Ugye tényleg egy ilyen, majdnem olyan, mintha festve lenne ez a US Air Force felirat is, meg a, ugye az is matt rajt. Az embléma is az elején matt, fekete, az jó nagy, tényleg nagy. Gyakorlatilag fajnán full motorháztető, sőt, full motorháztetőnek lehet mondani. Jó, derék matrica. Nekem ezek tetszenek, nem akartam, ugye ezt lehetett volna fehérbe is, hogy ugye szokott olyan lenni, de nem akartam nagyon gicsesre csinálni, csak feketére gondoltam. És ilyen lett ez a projekt. Nem is túl gicses, de azért mégis ugye picit azért látni, hogy US Air Force-os beütésű. Gondoltam még olyanokra, ugye vannak azok a, van az a háromszög, és rajt az körbe ugye, hogy katapultülés angolul, meg van ugye, hogy ne lépjél valahova, van az a no step, meg mindenféle danger, meg ugye kipufogóhoz lehetett volna azt is, az a jet blast, vagy mi a franc, tudjátok, meg ilyen, egy csomó minden lehetett volna, de nem akartam túlzásba vinni. Szerintem ez nem olyan veszélyes, egy ilyen fuel, meg egy US Air Force, meg az elejére a jel. Ezt ennyi, ugye a szárnyat azt lecsaptuk róla. Na igen, meg biztos írjátok majd a videó alá, mert minden videó alá írjátok, hogy túl magas. És ezt, hogy kiküszöböljem, fog kapni hamarosan egy gevindet, egy állítható ültetőszetet, és akkor ugye le lehet tekerni akár kopra is, és tényleg oda állítom, ahova akarom. Ezt a szezon előtt mindenképpen meg fogja kapni, és a szezon előtt még egy-két dolog fog módosulni rajt. Például a beltért újra akarom húzatni valamilyen terepszínű üléshúzatot akarok rá, meg még ilyen apróságokat, ugye kellene az izé is, a
kellene álcaháló, álcahálóból akarok egy ilyen árnyékolót hátra belőle, egy ilyen fölcsatolhatót, tudjátok mire gondolok, szerintem. Ilyen reluxa volt régen, most ezt én álcahálóval akarnám megcsinálni. Nem mindig, csak esetleg olyan szituációkban talikon meg ilyesmi. Meg álcahálót akarok egy jó derék nagyot, hogy rá lehessen dobni egy talikon, tudjátok, hogy milyen feelinges legyen. Meg ugye még mindig tetőcsomagtartó. Beszéltem is egy nézővel, ez ügyben múltkor írt a videó alá, de hát ja, most a tetőcsomagtartó az a legutolsó projekt, ugye meg kell ültetni a gyerekek, azt muszáj, mert anélkül nem tuning autó a tuning autó, akármennyire is bármit is mondanak. Ja, jó, igazából ennyi, még nem tudom, remélem nem hagytam ki semmit. Mást úgy egyelőre nem akarok rajt, hát mást, teljesen átalakítom az egészet, ugye. Ja, na, köszönöm szépen a figyelmet, igazából ennyi is lett volna ez a videó. Mondjatok véleményt a Style-ról, hogy mit gondoltok, hogy ez mennyire szép, mennyire jó, mennyire nem jó. Na csáááá!